Muszáj vagyok megkérdezni, tudod mit? De nyugodtan. Szóval amikor beütöm azt, hogy Google-ban, hogy Király Linda, kettő dolog jön. Király Linda himnum. És a súly. És Király Linda fogyás. Vagy testsúly. Imádom. De jó melegen vagy. Jaj! Majd ide gondolom. Majd időközben, ha véletlen melegen van, majd megállapodom is velünk. Szuper. Olyan műsor még úgyse volt. Ne. Olyan biztosat nem. Vagy nem is lesz, gondolom. Nem terveztem. Jaj, volt egyébként? Köszönöm. Jó, köszönöm. De rögtön eszembe jutott, hogy volt-e olyan, hogy megkerestek ilyesmivel, hogy ilyen fehér neműben, úgy amúgy. Volt még... Annó. Volt még ilyen, de hát én nem vállaltam. Hát a volt egy ilyen szexisebb fotózásom még annó, de akkor is ilyen bundákban, meg nem tudom, mivel voltam eltakarva. Egy szexis nő bundában is szerintem is. Ki tudja, mi van a bunda alatt? Hát ez az, ugye? Sejtelmes. Igen, így. Ez a lényeg. Egyébként könnyen csupaszodsz le a kamera előtt, akár a szó átvitt értelmében is? Téged, akit rengeteget fotóznak. Szerintem mindig kell valamennyi idő, hogy egy picit feloldodjak. Úgyhogy... Igen, hozzászoktam, azért mégiscsak 16 éves korom óta mennek ezek az őrületek, de... Igen, annak most már 7 éve? 21 plusz vagyok, nem tudom, miről beszélek. Ja, bocs, annak most már 5 éve. 1 éve. 1 éve, most jó. Most visszafelé. Jó, hagyjuk is, bocs. Nem, mert egyébként igen, nekem az a benyomásom rólad, hogy te alapjában véve egy picit azért... hát introvertált is tudsz lenni. Ja, nagyon. Tehát, hogy, sőt, az, nem, mondjuk ki az vagy, tehát, hogy akárhányszor beszélgetünk, mindig kellett egy kis idő, hogy igen. Úgy megérkez, hogy most lesznek a kamerák. Érdekes, mert ilyen introvertált, extrovert vagyok, tehát igen. Hogy így mind a kettő megvan, amikor színpadon vagyok, és ugye a zenében vagyok, akkor abszolút el tudom engedni magam, akkor igazából egy teljesen másik énem jön elő. Aha. De amúgy igen, én egy kicsit ilyen visszafogottabb tudok lenni. Visszahúzódó. Mert tudod, például Beyoncé, neki a Sasha Fierce, hát, aki a színpadénye, neki még neve is van, és akkor igen. Teljesen leteszi a Beyoncé nót, hát, és fölveszi Sasha Fierce-t. Igen, ebben van valami, színpadon. Az az érdekes, mert én gyerekkorom óta iszonyú lámpalázam van, és nagyon sok tanárom is, meg a szüleim is azt mondták nekem, még amikor kisebb voltam, hogy képzeld azt, hogy nem te vagy a színpadon, tehát képzeljek el valami teljesen más ént, vagy egy teljesen más karaktert, sőt, az elején úgy tudtam elintézni, mit tudom én, felvettem egy kalapot, és akkor kosztümben voltam, és már nem én voltam, és akkor már nem izgultam annyira. Úgyhogy van benne valami, hogy egy teljesen másik karaktert tudunk felvenni, amikor színpadon vagyunk, viszont az, ami belőlünk jön, az ugyanaz. Aha. Tehát akkor a két karakter az azért nincs egymással rossz viszonyban. Ne! Vagy van, amikor ne összeveszünk. Igen? Min? Hát, hogy most ezt hogy akarom átadni ezt a életérzést éppen. És volt már olyan mondjuk, amikor azt mondtad régen, hogy ugye meg mi is beszélgettünk már arról, hogy amikor te annól elkezdtél énekelni, akkor abszolút menekülő út volt neked. Igen. A zene. Igen. Meg az éneklés, mert hogy te voltál a dundilány az iskolában, és hogy egy kicsit kívülállóként meg kellett keresni azt, amiben te jó vagy. Ez eddig oké. És most a felnőtt Lindának van még olyan pillanat, amikor menekülni kell a zenébe? Hogyne, folyamatosan. Tehát nekem ez abszolút a gyógyító közegem. Én szerintem az ember az folyamatosan fejlődik, meg tanul, meg nő, tehát hogy mindig vannak olyan dolgok, ami miatt úgy érezzük, hogy egy picivel több erő kell, vagy segítség kell, vagy valami gyógyító erő. Úgyhogy ez nem változik sajnos. Ez folyamatosan megy az élettel, ahogy igen, öregszünk is. De milyen szerencsé, hogy neked akkor van a zene? Mert most képzeld el, mert hogy nem mindenkinek van olyan egyértelmű csatornája, mindenkinek van menekülni valója. Így van, így van. Így van, abszolút nagyon szerencsésnek tartom magam ilyen szempontból, mert ez sokat tud segíteni. És az igaz, hogy a apukádék nem akarták, hogy te énekelj? Ne, egyáltalán nem. Ez hogy zajlott? Hát... Kiskorodban vissza tudod idézni? Hát persze, hát hogy kislányom, vagy ügyvéd, vagy orvos, hogy valami normális szakmát találjak. Hát nyilván azért, mert ők is zenészek voltak, tudták nagyon jól, hogy mivel jár ez a szakma. Hogy ez milyen kemény buktatókkal jár, hogy ez milyen kemény kitartás kell. És féltettek minket nyilván, de hát én elég fiatalon elkezdtem, sőt még a apu háta mögött is elkezdtem énekelni, úgyhogy... De hogy lehet titokban énekelni, vagy csak a suliban? Suliban kezdtem, és az egyik iskolai tanár mondta nekem, hogy Linda, ezzel jobban kéne foglalkoznod, mert szerintem van benne valami, és akkor elkezdtem járni külön énektanárhoz is, és igazából 13 éves voltam, amikor megnyertem egy versenyt, és a Carnegie Hallba énekelhettem, akkor még klasszikust énekeltem. Igen, és akkor hívta meg az aput is, hogy na, és akkor értette, hogy ezt én nagyon komolyan veszem. De hát ez egy folyamatos harc, mert mindig bizonyítani kell, hogy ezt tényleg komolyan vesszük, és keményen dolgozunk. Tehát ez mindig is így volt. Nem tudom elképzelni az édesapádat úgy, hogy nem támogat valamit, amit te csinálsz, mert hogy ő az a klasszikus, ha van olyan, hogy anyatigris, akkor az apatigris, nem? Tehát, hogy nekem az a benyomásom róla, hogy a gyerekeiért, érted, tényleg a világ végig elmegy, és konfrontálódik mindenkivel, és ha kell, akkor bezsebeli mindenki haragját. Nem? Hát, van benne valami, most már nyilván támogat, de a legkeményebb feladatunk az életben az volt, hogy őt rávegyük, hogy ezt komolyan vesszük. Tehát az volt a legkeményebb, és onnantól kezdve nyilván persze mellénk állt és támogat, és ez egy óriási dolog, amikor ugye családon belül van, és tudjuk nagyon jól, hogy bízhatunk benne, mert nekem volt nem annyira szerencsés helyzet más menedzsmenttel, ahol bebizonyosult az, hogy nem mindig lehet bízni mindenkiben. Hát igen, az nem annyira szerencsés helyzet, az konkrétan egy teljes tiszta lapot eredményezett és újrakezdés, nem? Abszolút. Ez a londoni eset? Igen, londoni menedzsment volt, és az amerikai lemezszerződéssel kapcsolatosan volt egy nagyon csúnya átvágás, mondjuk így, csak hogy rövidre zárjam a történetet. Igen, és akkor nagyon-nagyon sokat tanultam, mert még ráadásul ugye ketten volt egy főmenedzser és egy nő, aki a mindennapokban ott volt velem, és ő is kiköltözött velem Amerikába, amikor aláírtam a szerződést, és őt még ráadásul barátnőnek tartottam. Tehát ilyen fiatal, naív, kis, jaj, minden a zene, és nagyon jó lesz minden. Hát, amikor kiköltöztem Londonba, és elkezdtem velük dolgozni, akkor körülbelül 19-20 lehettem. És amikor aláírtam a lemezszerződést, akkor úgy 24 körül, valahogy így. De mindegy, az a lényeg, hogy nagyon sok időt töltöttünk együtt nyilván, és én ezt egy teljes barátnőnek tekintettem. Hát és akkor rájöttem, hogy mégsem az. Úgyhogy... Ez nagyon kemény. Tehát 19-20 évesen egy nagyon ígéretes lemezszerződéssel a zsebedben, amit ugye mindenki várta, mert addigra itthon már te voltál a Király Linda, aki 16 évesen egyszer csak berobbant így a képernyőkre, meg a rádiókba, és azért van itthon egy olyan attitűd szerintem, nyomás. És nyomás, mondjuk ki, köszönöm Linda. Tehát egy olyan nyomás, hogyha valakinek lehetősége ad, tehát mondjuk kimegy Amerikába, és színésznőknél vagy színészeknél is látszik, hogy na akkor már rögtön azt várják tőle, hogy azonnal állista, és azonnal vörösszőnyeg, és azonnal hollywoodi blockbusterek, és gondolom zenészként is azonnal Grammy-t. Ha nincs még meg a Grammy, akkor megbuktál. Igen. Bár már jelölve voltam ki egyszer egy Eric Benével, tehát hogy ez nem annyira rossz dolog. Hát nem, igen, ez nagyon nehéz volt feldolgozni és megemészteni. És az az igazság, hogy amikor meglett a lemezszerződésem, akkor ezt megbeszéltük a családdal, meg mindenkivel, hogy egy szót sem szólunk senkinek. Tehát nem akartunk erről beszélni, mert tudtuk nagyon jól, hogy mi lesz ebből. Hogy akkor jön a nyomás, akkor jön a na, mi van már, hol vagy, mit csinálsz? És sajnos, hát nem sajnos, ez így működik, hogy már létezik az internet, és amikor aláírtam ezt a lemezszerződést, akkor van egy ilyen A&R, úgy hívják, blog-szerűség, ahol az összes ilyen új felfedezett, aláírt művész arról írnak egy pár sort, és még ráadásul a Billboard újság is írt rólam. Így van. ők is írtak rólam, na most hát ez akkor kiderült, és akkor mindenki már tudott róla, és onnantól kezdve ugye szinte azt csak az óra ketyegést hallgattam a fülemben, vagy a fejemben, mert tudtam, hogy mindenki erre vár. De hát az emberek nem tudják, tehát hogy ez nem ennyire egyszerű ez az út. Például ott van Beyoncé, aki nem egy lemezszéktől lett elengedve, mielőtt elindult neki. A Alicia Keys szintén egy olyan művész, akit a Clive Davis fedezett fel, egy nagyon nagy zenei ember kint Amerikában, de előtte ő szintén 2 vagy 3 lemezszéktől lett elengedve. Lady Gagáról nem is beszélve. Úgyhogy ez nem úgy működik, csak róluk ugye nem tudott senki. Tehát nekik volt arra az a lehetőség, hogy szépen csendben építgessék. De hát... Neked meg itt lett 16 évesen egy helyzet. Amikor így konkrétan mindenki tudta, ki ez a Király Linda. Jaj. Igen. De hogy gondolsz vissza arra az időszakra? 16 éves még annyira gyerek az ember, pláne akkor. Igen. Hát még ráadásul arról nem is beszélve, hogy új ország, új nyelv, anyukámnak az egészsége, tehát azért nagyon-nagyon sok minden volt így egyszerre. Arról nem is beszélve, hogy ezt lehet, hogy sokan nem tudják, de én nem tudatosan építettem karriert. Tehát nekünk nem az volt például a családdal, hogy apuval, hogy leültünk, és na, akkor kislányom, most akkor sztárt csinálunk belőle, tehát nem erről volt szó. Én a zenében éreztem jól magam, és nyilván egy zenei iskolába raktak be a szüleim, hogy akkor valamilyen szinten a közegemben legyek. De hát ott még ráadásul még nem írtam, nem olvastam magyarul, alig beszéltem rendesen, és akkor minden történelemtől kezdve matekot, mindent úgy tanulni, hogy nem értem a nyelvet, az egy kicsit kemény volt. De hát ott viszont belekerültem egy zenei közegbe, lett egy kis zenekarunk, itt-ott zenélgettünk, és egyszer csak véletlenül, tényleg véletlenül összeálltak a csillagok, vagy nem tudom, hogy működik ez, és hirtelen már mindenki tudta, hogy ki vagyok. Hát mert tehát nem tudtam... Szerelem első vérig. Igen, és ugye erre nem lehet felkészülni, mert nekem egyszer sem volt a fejemben az gyerekkoromban, hogy na, én híres szeretnék lenni. Tehát, hogy véletlenül sem. Úgyhogy ezek mindig is véletlenül történtek az életemben, mondjuk így, hogy sors, vagy meg van írva, vagy nem tudom, hogy működik ez. De ez egy nagyon nehéz dolog feldolgozni ennyi idősen, amikor még ráadásul annyi minden új van körülötted, hogy már sem tudod, hogy merre kapjad a fejed. Hát igen, és azért nem biztos, hogy, hogy ezt a jellegű nyomást mondjuk, vagy erről talán az édesapádék sem tudtak akkor még tapasztalati úton beszámolni, nem? Mert hogy akkor még teljesen más volt a sztárságnak, amikor ők zenéltek, akkor még más volt a sztárság fogalma, meg az egésznek a körítése. Igen, az, hogy bulvár, meg címlapokon lenni, meg tehát, hogy ez akkor indult el igazából. De és az, hogy... Muszáj vagyok megkérdezni, hogy tudod mit. Nyugodtan. Szóval amikor beültem azt, hogy Google-ban, hogy Király Linda, 2 dolog jön ki. Király Linda himnusz. És a súly. És Király Linda fogyás. Vagy testsúly. Imádom. És aztán jön a többi is, hogy ez egy dalok. Ja, hogy amúgy igen énekel. Amúgy énekel, amúgy ad interjúkat, amúgy szerepel, amúgy alkot, amúgy zenét ír és szöveget is, minden. De hogy az a nyomvad himnuszos történet, ami most már majdnem 20 éve volt, hogy csak 1 év telt el azóta, mert nagyon lassan öregszem. Nagyon. De hogy ez ennyire benne ragadt a köztudatba, mert azt én tudom, hogy te azt mondod, hogy elengedted, de az nem biztos, hogy ez elenged téged. Az az igazság, hogy sajnos az emberek, tehát ez világszerte így szokott lenni, hogy az emberek szeretik látni azt, amikor valaki nagyon hirtelen befut, hogy bukjon is. Tehát, hogy ez sajnos egy ilyen rossz emberi tulajdonság, hogy na, mégsem olyan tökéletes ez az ember, vagy mégsem sikerült, de hát mégiscsak emberből vagyok, és vannak ilyen dolgok, vannak olyan helyzetek, nekem iszonyú nyomás volt rajtam, leblokkoltam, lefagytam, minden bajom volt, és erre nagyon-nagyon rákaptak. Voltak más dolgok is a háttérben, ami miatt ugye még nagyobb lett, mint... De milyen dolgok? Hát voltak nagyobb dolgok, ez egy hosszabb történet, még nem tudom, Amerikába kéne vezetni ahhoz, hogy ez így minden mesél. Nem akarsz beszélni. A virágnyelvet, oké? Igen, szóval, voltak dolgok, igen, és sajnos az emberek szeretnek erre támaszkodni. Tehát lehet, hogy 800 millió nagyon pozitív és szép dolgot leteszek az asztalra, biztos, hogy arra az egy rosszra fognak emlékezni. Ez van. De és akkor ott, tehát, hogy az... Nyilván van egy olyan védőhálód, ami tényleg egy olyan családi egységet mutattok te mindig, ami nagyon, nem azt mondom, hogy példanélkül álló, de nagyon jó látni, hogy tényleg ez a tényleg jóban rosszban véd, és nagyszövetség összezártok, kezdve az édesanyád betegségétől, ami miatt tulajdonképpen Magyarországra jöttetek, és belegondolni is hülyeség, hogy mi lett volna, ha kimaradtok, és mondjuk azzal a tehetséggel, ami neked van, a Viktornak van, a harmadik tesónak, aki ugye kint van bennek, hogy akkor mi lett volna, de hogy tehát a gyakorlatotok volt az összezárásban. Abszolút. De hogy ez itt egy olyan, én ezt úgy képzelem, hogy ez egy olyan pillanatot, amikor abban az egész család beleremegett. Nyilván, igen. Tehát az egy óriási szerencsém van igazából, hogy van egy ilyen családom, aki ilyen szempontból mindenben támogat, meg védjük egymást, meg minden. De igen, ez egy nehéz dolog feldolgozni, tehát bármilyen buktató vagy pofon az élettől, az nagyon nehéz, és a sajnos, nem tudom, hogy sajnos vagy pozitív olyan szempontból, a mi családunk mindent olyan szinten együtt érez, mint hogyha a többiekkel is megtörtént volna. Tehát ez egy nehéz dolog tud lenni, viszont olyan szempontból, hogy a gyógyulás szempontból viszont nagyon-nagyon fontos. Hát igen, ki tudja, hogy mi lett volna, hogy ott maradunk, tehát azt is elmondom sokszor, mert nem mindenki tudja. Tehát az anyukám számtalan kezelést kapott kint. Igen, ő neki méhnyak és petefészek rákja, ugye? Így van. A 90-es évek végén. Így van, és minden kemoterápián, műtéten, mindenen keresztül ment kint Amerikában, és amikor azt mondta az orvos, hogy kevesebb, mint nem tudom pontosan hány százalék, de ilyen 3 és 13 között volt a túlélési esély, akkor mondta azt, hogy akkor ő haza akar menni. Na most nyilván látjuk, hogy most már nem tudom hány év eltelt, lassan 20 év, és teljesen jól van, és ebből látszik nekünk, meg ebből lett nyilvánvaló, hogy mennyit számít az a család, a támogatás és a boldogság, meg a pozitív hozzáállás. Tehát ilyen szempontból mindig is megtartottuk ezt a tradíciót, hogy bárki bármin megy keresztül, mi nagyon-nagyon-nagyon összetartunk. Ez az, hogy ti ott együtt mozdultatok és jöttetek haza, az egy pillanatig sem volt kérdés, amikor édesanyád azt mondta, hogy haza akarok menni, mert ki tudja, hogy meddig még. Nem, az az igazság, hogy az anyukámtól, tehát neki egy szava sem volt. Tehát ő egy eszméletlenül erős nő, és soha nem hozta fel, hogy úristen miért én, vagy nem tudom mi, de amikor már ott tartottunk, hogy azt mondta, hogy akkor én haza akarok menni, akkor nem volt kérdés, hogy ezt kell csinálni, mert tudtuk, hogy akkor ez nagyon komoly. Nyilván nehéz volt, tehát nekem még ráadásul el is indult a karrierem már kint. Tehát már szépen indulgattak dolgok, ide-oda beválogattak engem, tehát hogy, és azon kívül meg ott hagytam az első szerelmemet, tehát úgy így egy nagyon nehéz időszak volt, de viszont nem volt kérdés bennünk, hogy mi mindent ott hagyunk, és megyünk és jövünk ide. Hát most mit csináljunk? Persze, világos, meg nyilván az kárpótol mindenért és bármiért, hogy látod, hogy ő jobban lett, vagy hát láttátok, hogy ő jobban lett. Így van, meg eredetileg úgy volt, hogy csak 1-2 évet leszünk, mert addig, ameddig meglátjuk, hogy mi történik, mert hát nyilván nem tudtuk, hogy mi lesz, itt már nem kezelték Magyarországon, tehát nem tudtuk, hogy ebből mi lesz, de miután láttuk, hogy magától meggyógyult, hát meg nyilván... Tök kezelés nélkül gyógyult, teljes hazajöttetek, és ő elkezdett jobban lenni? Boldog volt. Neki eszméletlen honvágya volt, ő nem szeretett Amerikában élni, és ő azt mondja, hogy azért lett beteg, mert boldogtalan volt. Hát nagyon más logikai visszavezetést se tudok. Nincs, mert semmi kezelés nem kapott itt, tehát hogy semmi másra nem tudjuk rátenni. Tehát ez nyilvánvaló lett nekünk, vagy számunkra, hogy ez működik. Tehát hogy az embernek a lelki békéje, meg a boldogsága, meg az, hogy otthon van, az nagyon fontos a gyógyuláshoz. Tudod, mi itt erről eszembe az, hogy bennetek, a többiekben ez milyen érdekes kötődést alakíthatott ki Magyarország felé. Ez a... Nem? Hogy talán az, hogy édesanyátok itt lett jobban, és itt boldog, és ő itt megtalálta önmagát, és ez így elkezdte úgy gyógyítani, hogy akkor is, hogyha te akkor 16 évesen idejöttél, és mindent ott hagytál, meg a tesóid is, nem sok van, egy év, egy hónap, egy nap. Szóval, hogy az egész család ott hagyott mindent, de mégis elkezdtetek úgy kötődni talán ehhez a helyhez, mint... Persze. Abszolút. Semmi máshoz. Így van, abszolút. Úgyhogy azért is maradtunk. Persze. Ez azért egy nagyon, nagyon szép történet. Igen. És amikor ránézem anyukádra, aki tényleg ugye egy aktív, pörgős, tehetséges, gyönyörű, elképesztően jól néz ki tényleg. Igen. Akkor eszedbe jut még az az időszak? Vagy így próbáltatok ezt inkább akkor lezárni és elfelejteni? Soha nem felejtjük el. Tehát ezek a dolgok eszméletlen fontosak az embernek a fejlődéséhez, meg nagyon sokat tanultunk belőle. Tehát mi csak a pozitívat látjuk az egészből. Mert láttuk azt, hogy az ember bármiből képes visszajönni, hogyha még az orvosok is azt mondják, hogy bocsi, de nincs tovább, és ez nagyon-nagyon sok erőt adott nekünk sok mindenben. Úgyhogy nem negatív, tehát hogy ezt muszáj erre emlékezni. És mint női példaképő, mit adott neked ezzel az egésszel? Mindent. Tehát mindig rá gondolok, hogy a bármi van, mert egyszerűen tehát hihetetlen, ahogy kezelte az egészet. Tehát ő képes volt, amikor már kihullott az összes haja, minden, érted, már nagyon rosszul volt, képes volt minden nap elmenni dolgozni, minden nap más parókát vett fel, mindig kisminkelte magát, tehát hogy így, hogy erős nő, és tehát hogy eszméletlen példát mutatott nekem, hogy, és még ráadásul az is, hogy ilyen szinten képes volt magát meggyógyítania. Tehát, hogy ez mindig inspirál. És most, hogy nagymama lett, meg nagypapa az apukád, azt hogy élik meg? Meg hát te, hogy nagynéni, azt tudom, hogy éled meg, mert én látom rólad a fotókat. És egy ilyen tócsává folyó, teljes szerelem van, de mindenki. Mennyi idős a baba? Ugye Benék babájáról. Így van, Benék babája, úgy hívják, hogy Kai, és most lesz februárban 1 éves. Aha. Vízöntő gyerek? Nem, pont. Még halak. Nem? Halak pont, még? Vagy már az az érdekes, hogy megnézettem az ő kis asztrológiai... Na igen? Ekte én vagyok. Tehát, hogy tényleg? Halak, bika, és még a holdja is ugyanaz. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon hasonló. És akkor ezek szerint ebben te hiszel valamennyire? Igen. Aha. Érdekesnek találom meg. Hát, de akkor jól ki fogtok jönni egymással. Igen. Hát jól is jövünk ki egymással, de egy eszméletlen gyerek. Tehát én még ilyet nem is láttam, tehát mindig mosolyog vagy röhög, folyamatosan. Hogyha rajta van egy kamera vagy egy lámpa, akkor már játszik, meg röhög, meg nem tudom mi. Most már a harmadik nagy kampányát kapta meg hogy Amerikában. Kis született vele. Igen. Tehát, hogy babamodell lett, nem? Babamodell, és most már nem mondom a cég neveket, de egy nagyon-nagyon nagy világcégnek a reklámarca lett. A Kids Are Us-nak, ami egy ilyen játék, meg gyerekbaba volt, akkor a Children's Place, ami egy baba ruha üzlet, ami szintén óriási. De ezek óriási márkák. Óriási márkák. És ő lett az arcuk a következő kampányra. Az feltűnt nekem, hogy a gyerek megszületett, és lett egy Instagram oldala, ahol vannak majdnem 200-an követik. Az anyukája miatt van, de nem mit csináltuk. Jó, nem, hát világos, csak ott tűnt fel, hogy ott néha te is, Viktor is látszik rajta, hogy így a fotózgatják őket, és valami olyan rajzolni lehet de ilyen babát, tényleg. Imádja a kamerát. Tehát én még hát figyelj, valahol a családban esetleg valamilyen vér csak bele. Igen, mindig mondja az anyuka a Ben felesége, hogy hát nagyon szépen köszönöm ezt a genetikát, amit örököltem, vagyis örökölt a Kai. Mondom, jó, hát biztos. De hogy én azt hallom, hogy te elég könnyen meghatódós vagy. Vagy előfordul, ha meghatódsz, akkor látványos. Akkor látványos. Mondjuk inkább így. Igen, mondjuk így. Én egyébként nagyon-nagyon sok mindent visszafogok magamban. Nagyon sokáig. De viszont amikor meghatódok, akkor ott nincs megállás, tehát akkor rendes zokogás, mink az így már mindenhol szétfolyt, minden bajom van, tehát beszélni sem tudok, tehát ez a jellegűség, tehát nem az a szép egykönycsepp, vagy nem tudom mi. Ez a szép szipogós, nem, az a rendes, tudod, folyik a feketes mink. Igen. Aha, mert hogy benesküvőjén volt egy ilyen sztori, nem? Igen. De az, hogy már mindenki röhögött rajta, mert meg ráadásul ugye, jó, tudják nagyon jól, hogy én mindig ilyen jó, van bennem egy ilyen kis anyáskodó, nem tudom kis. Jó, picikét. Kis. Amit annyira imádnak a tesóid. A tesóid fölött. Kicsikét. Na jó, de Linda, hogy az, hogy az anyukád beteg lett, amikor te 10-valahány éves lettél, és lehet, hogy csak 1 évvel vagy idősebb az ikreknél, de azért... Igen, éreztem, hogy nekem most akkor át kell vennem. Az egy súly egy gyereklányon, egy kamaszlányon. Szóval van benned egy... Van bennem egy kicsi. Ilyen, de már olyan szinten tartottunk, már mindenki röhögött, mert tehát nem bírtam abba hagyni. Tehát onnan indult el, hogy a Benék jöttek le a lépcsőn, és akkor... Nem, a Ben lejött a lépcsőn, és akkor a Jessica jött le, és akkor látták meg egymást először aznap. és onnantól kezdve tehát kész, vége volt, zokogtam, mint egy gyerek, nem tudom, hogy kit elvették a kedvenc játékát, de mindegy, és akkor amikor ugye mondták egymásnak, írtak egymásnak ilyen nagyon szép kis dolgokat, hogy igen, miért is hogy, és a fogadalom, meg hát akkor már hangosan, hát és mindenki röhög. Mi lesz itt a te esküvődön? Jaj, nem tudom. Hát azért arra nagyon de ez figyel. Biztos, hogy más lesz, nem? Valami miatt az ideg az, miatt talán, igen. Meg az adrenalin miatt igen. Talán ez az emberből vissza. Aztán majd a, tudod, vége lesz, becsukod az ajtót és így igen. Ez hogy áll egyébként most? Nagyon szó. Áll? Az? Ja, igen, persze, csak hát nem tudjuk ez még az időpontot. Igen, amit így mindig mondtak, igen, hogy... 8 éve eltelt, már együtt vagyunk, nem 8 éve, nem tudom, majd lesz. Figyelj, az egy annyira szép mondat volt, amikor mi legutóbb beszélgettünk az Én életem, én döntésem sorozatban, csak egy sokkal, na most vetközés? Most? Ja nem, megigazítottam, mert beleakadt a hajam már mindenbe. Szép kis hajad, nehogy valahogy leszaggassa a kötél általi hajszaggatás. Szóval, hogy olyan szép mondat volt, amit mondtál, amikor legutóbb interjút csináltam veled, hogy minden nap elmondja neked Zsombor, hogy gyönyörűnek tart. Így vagy úgy, de hogy ez egy akkora, ez egy nagy dolog, mert ez azért nem, hát nem minden párkapcsolatban van ez. Igen, tudom. Tehát, hogy, tudom. És pláne neked, akit annyit cseszegetnek a súlyod miatt. Igen. Hát szerencsém van. Ez ilyen szempontból, az biztos, mert hát az persze nagyon sok erőt ad, és én mégiscsak nőből vagyok, és senki nem akarja azt hallani, hogy úristen, hány kiló van rajtad, meg úristen, most mi van. Úgyhogy igen, az számomra eszméletlenül fontos, meg nagyon jól esik, hogy van egy olyan párom, aki tényleg, és így is érzi, tehát hogy érzem felőle, hogy ez van. Tehát nem az, hogy csak mondja. Az, hogy tudod, mi jutott eszembe? Az, hogy amikor így végignézem azt, hogy te mi minden vagy, és hogyan ítélnek meg, és mit gondolnak rólad, közben mit lehet azért kicsit, hogyha az ember utánad kutat, akkor tudja a dalszerzést, tudja a kinti munkákat, az itthoni, nem annyira látványos munkák, igen. Hogy a veled kapcsolatban van egy ilyen sorminta, hogy nem tudják azt, hogy. Nem igen. Tudják rólad, hogy dalszöveget írsz. Nem tudják rólad, hogy, vagy nem, tisztelt a kivételnek, igen. Nem tudják rólad, hogy mondjuk a testsúly problémáid adott esetben pajzsmirigy problémákra vezethetők vissza. Nem tudják rólad, szelektív. Igen. Memória, meg szelektív figyelés. Vagy legalábbis, hogy van egy ilyen félreértettség körülötted. Ezt nem így érzed? Van, abszolút. Nem tudom, hogy ez miből adódik, vagy hogy ez miért van egyáltalán, lehet, hogy ez így a karmámnak egy része, hogy folyamatosan ez ellen harcoljak, de elfogadtam, hogy ez a helyzet, és igazából csak annyit tudok csinálni, hogy a legeslegjobbat próbálom mindig kihozni magamból, és mindig úgy érezem, hogy olyan emberek vannak körülöttem, akik tisztán szeretnek, és én is szeretem őket, és akkor így majd minden helyre jön, ahogy kell. Ez tök jó, csak ideig el kell. Vagy nem. Egyrészt vagy nem, vagy hogy ideig el kell jutni, hogy az ember ezt tudja mondani, illetve hogy aztán ezt is tudja tényleg érezni és élni. Mert hogy azt tudod, tudom rólad, meg hát azért látszott is, pláne, hogyha az ember kommunikációval foglalkozik, érzi, ha figyeli a másikat, hogy azért benne rengeteg görcs alakult ki, tök jogosan ezek miatt, a dolgok miatt. Tehát, hogy nagyon sokáig volt az, hogy a Linda nagyon cuki, nagyon helyes, és mondja mindig, hogy ő milyen laza és vicces lány, és hogyha elmúlik a görcs, akkor tényleg, de ez nem látszott, és hogy az ember szinte drukkolt, hogy ezeket a görcsöket igen. Tud már elengedni. Hát mondom, ez is része az én tanulásomnak, mert ezek a görcsök igazából kialakultak. És akárhogy is nézzük, ezt beszéltük múltkor is, amikor valaki 16 évesen kerül egy ország szem előtt, és úgy nő fel, hogy igen. Folyamatosan minden egyes lépését figyelik. Így nehéz tud lenni, úgy tanulnia, hogy érted, normális ember egy picit visszavonultan, nem tudom mit, tehát hogy ez nehéz, de ez van. És egyébként érdekes, mert nagyon sok kinti barátom van, aki még ráadásul most májusban találkoztam egy olyan ember, akivel 10-12 éve nem találkoztam, szakmabeli, nagyon nagy egyébként ebben a kinti világban, mint menedzser, mint mindegy. Értem. És ő mindig is szeretett volna velem dolgozni, és van 12 éve találkoztam vele utoljára, és most véletlenül összefutottunk májusban, egyébként nagyon érdekes történet, mert tehát ezért hiszem azt, hogy nincsenek véletlenek, hogy Los Angelesben, ahol mindenki kocsival közlekedik, igen, mert senki nem sétál, mert akkora távolságok vannak, hogy mindegy. Igen, meg nagyon rossz a megközelítés. Igen, és ez az ember még ráadásul Miamiból származik, tehát még esése volt, hogy mindegy, volt egy fellépésem, és a gitárosommal nagyon-nagyon beszélgettünk, és sétáltunk a kocsi felé Los Angelesben. És konkrétan neki megyek valakinek. Tehát, hogy annyira bele nem voltam a beszélgetésben, hogy így egymásnak mentünk, és megfordulok, és ez, mondom, ezt nem hiszem el, és ő volt az. Mondom, de ilyen nincs, tehát, hogy tényleg nincs. Na most ilyen. Ugye az egy, nem tudom, 10 milliós nagyváros, nagyjából Los Angeles. Igen, igen, és még ráadásul nem ottani, tehát, hogy ő és nem él ott. És az utcán nem jár senki. Ez senki. Tehát, hogy, és pont ott, pont akkor. De mindegy, úgyhogy ez egy nagyon érdekes történet volt, és akkor mindegy, azóta mi most elkezdtünk dolgozni együtt, mert hát így alakult az élet, most már tudok vele dolgozni. És akkor ő mondta nekem, hogy fú, Linda, tehát, hogy én ismerlek ugye 12 éve, és csak annyit látok, hogy iszonyú sok minden mentél keresztül, tehát, hogy érződik az a fájdalom, az a kemény élet, amin ugye keresztül kell, tehát az emberek nem tudják nyilván, hogy mi van a háttérben, tehát azért nagyon-nagyon sok buktató, nagyon sok ilyen lelki nehézségem. Sok kudarc, sok nehézségem mentem keresztül, igen, sok pofon, és akkor ő mondta pont, hogy ez mennyire érződik most bennem, viszont megfordult, mert hogy ebből most már erőt lát bennem. Úgyhogy semmi sem véletlen, ezért is mondtam ezt a történetet, hogy nekem úgy látszik, ez volt az életutam, hogy ezeket meg tudjam tanulni, mert hogyha ezek a pofanok nem történnek meg, akkor nyilván nem vagyok az az ember, aki most vagyok. Én köszönöm. Egy élmény volt. Köszönöm a fogart. Nagyon szívesen máskor is. Los Angelesben külön örömmel. Jó. Nagyon vicces, hogy mi pont mi ülünk melletted, és te vagy az elefánt. Igen. Jó. Jézusom, nem úgy gondoltam. Úristen! Ezen most nem 80 kilók vagytok. Nem, hál' Istennek nem. Én nektek adnék egy közös műsort. Lehet ki is találok valamit. Tényleg. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, akkor csatlakozol a WMN.hu YouTube csatornájához.